Egy női aktkép, egy csendélet és egy portré pihen a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola Farsang Sándor galériájában. Ezek Sári Virág Bíborka munkái. Ezekkel a kiállított képekkel nyerte meg az országos rajzversenyt, amit idén online és nem a fővárosban rendeztek meg. Minden versenyzőnek az iskolájában kellett harcba szállni, a versenyfeladatok megszervezéséről pedig a szaktanároknak kellett gondoskodniuk. Sári Virág Bíborka egy jó lehetőségnek találta a versenyt, de nem gondolta, hogy ő lesz a befutó. Amiért jelentkeztem, vagy szerettem volna jönni, az az volt, hogy így az online oktatásban, ugye 12-es vagyok alapból, mi azért aktmodelleket szoktunk rajzolni, így otthon egyedül aktmodellt szerezni kifejezetten nehéz feladat, és ez a verseny ugye az összes technikai dolgot biztosította nekem, tehát volt modell, szaktanár, fények, minden, szóval érettségire is jó gyakorlás volt, az érettségi portfólióhoz is, a felvételihez is jó gyakorlás volt, meg így, hogy első is lettem, ez így nekem mindenhogyan jól jártam. Az online oktatás nem könnyítette meg a fiatal művészek dolgát, de az iskola néhány nap felkészülési időt, a szabályokat betartva azért biztosított a felkészülésre. Virág majd 80 induló közül nyert, mestere szerint gördülékenyen ment a közös munka. Már évek óta tanítom őt. Én úgy gondolom, hogy mindig van egy kicsi mester-tanítvány harc azért a munka során, de a Virág egy nagyon-nagyon szorgalmas és egy nagyon tehetséges diákunk, úgyhogy úgy gondolom, én szerintem könnyű volt vele együtt dolgozni. Egy gitár, egy zongora, de még sakbábok is megjelentek Csizmadi a Ramona rajzán. A fiatal művész egy rangos amerikai online versenyen zsebelte be az első díjat önkifejező alkotásával. Annyi volt a kiírás, hogy ami te vagy. És ez engem teljesen megfogott, és elkezdtem neten is kutakodni, hogy milyen rajzokat szeretnék beletenni, hogy mi lehetek én. És mind a zenei stílusomat, a versírás, meg a művészet iránti szeretetemet beleraktam. És így szerintem ez is volt a siker, hogy egy kicsit megfogtam vele a zsűriket. Ramona egy japán versenyre is elküldte a munkáit, ott harmadik helyezést ért el. Továbbá a nyertes művel együtt másik két rajzát meg is vásárolták a helyi műkedvelők. A fiatal lány szinte alig hitt el, amikor megtudta, hogy két neves versenyen is dobogós lett. Mestere szerint Ramona kivételes tehetség, de az iskolában minden művészetet szerető gyerek megtalálja a számítását. Mindannyian különálló művészek vagyunk, és azt tudjuk tanítani nekik, amit mi is tudunk. És folyamatosan tanulunk is. Tehát ez nem egy olyan, hogy van egy fix tudásunk, ami aztán szent és sérthetetlen és dogmatikus. Minden év más, minden év egy kísérlet. Az iskola vezetősége rendkívül büszke az ifjú művész hölgyek rangos elismeréseire. Nagyon sok órában tanulnak a mi gyerekeink képzőművészetet. Ugye ez az egyik profilunk, a másik a táncművészet. És mindhárom szakunk rettentő nagy népszerűségnek örvend, a grafika, a festő és a szobrász szak is. Hát egy adatot, hogyha most mondhatok, akkor például a grafika szakra 16-szoros volt a túljelentkezés ebben az esztendőben. Úgy tűnik, hogy valamit a kollégáim jól csinálnak tehetséggondozás terén, hát ez az eredmény is azt mutatja. De sok más versenyen is gyönyörű sikereket érnek el, de ez egy olyan, ami valóban szívet merengető, szívdobogtató érzés. A nyertesek a jövőjüket is művészként képzelik el. Sári Virág Bíborka pedig a teljesítményével a Képzőművészeti Egyetem felvételének első fordulóján is túljutott.